Úttörő kezdeményezést indított el a Bihar Megyei Önkormányzat, a megye mind a 9 városában tanúszodát építenek. Az első 2 ilyen komplexumot már jövőre átadhatják Székelyhídon és Diófáson. Egy hasonló létesítményt avattak a hétvégén a magyarországi Derecskén. Az eseményen tapasztalatszerzés céljából egy bihari küldöttség is részt vett. 9 tanmedence épül Bihar megyében, ugyanis minden városban szándékozik tanmedencét építetni a megyei tanács. Ezek költsége egyenként megközelítőleg 1 millió euró, a helyi önkormányzatok pedig a területrendezéssel szállnak be a kiadásokba. A Biharban építendő uszodákhoz hasonlót avattak fel a hétvégén Magyarországon a Hajdu-Bihar megyei Derecskén, ahol kormánytámogatásból épült meg a komplexum. Bihari delegáció is részt vett az ünnepségen. Mi az ember számára a legfontosabb? A gyermekeinek az egészsége. És mivel a tanmedencéről beszélünk, szerintem ez egy első lépés lesz Bihar megyében, és szerintem úttörő lesz az országban, hogy a gyerekeink egészsége érdekében tanmedencéket építsünk. Vitályos Barna hozzátette, Bihar megyében 2 tanmedence megépítését már meghirdették az elektronikus közbeszerzési rendszerben, és most várják a munkára vállalkozó cégek jelentkezését. A felelős vezetőknek azt kell célul kitűzniük, hogy olyan infrastruktúrát építsenek, amely hozzájárul az egészséges életmódhoz. Ezt már Pajna Zoltán, a Hajdu-Bihar megyei közgyűlés elnöke mondja. Nagyon jó az együttműködésünk a Bihar megyei tanácssal, és örülök, hogy Bihar megyében is olyan fejlesztések lesznek, mint látjuk Magyarországon, hiszen nem elválasztani kell bennünket. Az a célunk, hogy a határ mind a 2 oldalán egészséges emberek éljenek. Az első 2 tanmedencét a dél-bihari Diófáson és az érmelléki Székelyhídon építik meg, és a tervek szerint jövőre már sor kerülhet a felavatásukra is. A beruházást a megyei önkormányzat saját forrásból biztosítja.